Na szevasztok, srácok, folytatjuk a Forgan végigjegyzéset, és itt hagytuk abba az előző rész végén, ami elvileg valami temető lesz, ha minden igaz, de nézzük, merre megyünk. Hol a térkép? Merre megyünk? Ja, hogy így lefelé. Oké. Okay. Új enemy! Új enemy. Új terület, új enemy. Ezt fájom úgy neki? Hát nem annyira, mint gondoltam. Oké. Okay. Szóval, ez egy inkább kripta, mint sem temető. Ez az. Oda nem lehet bemenni. Itt fent? Jaj, nem állt. Pá. Ez az. Ebben mi van? Pész. Ó, ez ilyen piroska. Na húzzál innen. Jó, felvettem egy fegyvert. Ez mi ez? Ez, kérlek szépen. Ó. Oké. Okay. Itt egy kapcsoló. Ja, gyere, kellett volna jönnem amúgy is. Mert itt nem tudtam volna... A világos. Itt nem tudtam volna átjönni. Akartok fogadni, hogy annak ilyen láng szórója van? Ja, nem. Azt hittem, hogy lángszórója van, de nem, ilyen jégfegyvere van. Igen, elég sok a hull. Arra nincsen semmi, jól van. Tudom, mennyire jó ötlet arra menni, amelyre sok hulla van. Gyere, itt vagyok lent. Jó, akkor ne gyere le. Kapták. Ez kurva jó, ez a skill. Ah. Jó. Douglas. Na! Lehet, hogy mindjárt visszacserélünk dupla késre. Csak előbb el kell, hogy jussak valami ellenőrző ponthoz. Ajaj. Köszi. Erre is lehet jönni, de csak ennyi. Ebben a játékban legalább nem jönnek át a falon a denevérek. Nem úgy, mint a Vigilben, mert azt is játszom, de abból per pillanat nem lesz videó. Douglas, ez az. Oké.
Hát akkor lemegyünk. Itt van egy könyv. Aki akar, olvas. Ez fáj nekem? Nem. A másik kés az jobb. Jó, nem erre megyünk, hanem erre. Hát igen. Már át is jutottunk a túloldalra. Nem állít meg minket egy hülye kapu. Igen, de miért tudok ide feljönni? Át lehet ugrani a kapu fölött. Oké. Most már legalább ezt is tudom. Most mehetek újra körbe. Hát esetleg vissza akarok menni a rövidebb úton. Ez kifogyott. És szezám, tárulj. Ott lent lesz egy skill. Jönnek ám a skillek rendesen, ez mit csinál? Ez egy támadás. És ez ráadásul közelharc is, meg távol is. Jó, ezt kipróbáljuk egy pillanatra. Ez egy kibaszott Kamehameha volt. Oké. Nem rossz a cucc, nem rossz. Ez nem akarja a jót. Pedig... Ja, hogy ott csak le kell esni. Én azt hittem, hogy ezt le kell törni, de... Nem. Túl bonyolítjuk. Oké, na. Azt mondja, innen ebből a... kriptából elhúzunk a véreresbe egyelőre, aztán megnézzük, hogy mennyi XP-n van. 168, abból nem fejlesztünk semmit. Viszont itt van egy ilyen, tehát a gancsakóm felfejlesztve maxra, amit most használok, 51. Viszont 49 fejlesztés nélkül ez. Szóval fejlesztés, már most 54, 59, 64, visszajött a kedvenc fegyverünk. Ez így csinálna ilyet. Ez elvileg jobb. Ez körülbelül ugyanaz a kettő ékszer, csak ez egy kicsit jobb. Oké. Így, né. Már is jók vagyunk, hopp. Na, visszamegyünk. Na. Új fegyver, új nyaklánc, és fejlesztve van. És újra dupla törrel fogunk kaszabolni. Nyiszi-nyaszi, hú, de hiányzott már ez a moveset. Itt ez nem. Hello, megjöttem. Ó, ők is. Ez az. Ebben már nagyon kellett. Na, mi van erre? De én itt már jártam. A térkép szerint. Ja, csak most nyitottam ki az ajtókat. Aha.
Akkor mindenféleképpen erre jövünk. De nem tudok becsúszni, haló. Pedig adta volna magát. Jaj, veled derék találkoztam már. Ez kifogyott. De jó, hogy a szagok nem jönnek át így a videójátékon. Egy kicsit életet töltünk. Ah, oké. Okay. Van egy közelharci fegyver. Jó, most te jössz. Ide be lehet csúszni. Ez egy pisztoly. Ez egy armor. Mindig rossz gombot nyomok. Szóval, pisztoly. Ez van most. És ezt lehet majd fejleszteni, és jobb lesz. És több bónuszt is ad, jól van. Egy dupla tört vettünk fel. Ez armor. Ez jobb volna. Ezt fel kéne fejleszteni, és akkor szerintem jobb lesz, mint ami rajtam van. Oké. Ki volt ez? Hú, megijedtem, hogy boss harc van. Hello, mi? Hát kifagyta. Pá. Hú, ez fájt. Mindjárt megnézzük azt az íjat is. Csak előbb kinyitom ezt az ajtót, ami ott van lent. Oké. Okay. Szóval, nem rossz gombot nyomunk. 42. 14% esély van paralízisre, hogy megbénítsam az ellenfeleket. De a pisztoly sem rossz. Mert a pisztoly meg majd... mérgezni fog. Melyik ilyen hátra lökő támadása van? Jó. Hú, bakker, oda meg fel kéne valahogy jutni, mi? Jó, igen. Gyan, téged. Jó, ketten voltatok. Oké. Okay. Ott van egy ajtó. Ez nyitva van. A gyepészt. Ezt az ajtót már láttuk korábban.
ez az. Jó. Tehát, hogyha visszajövök ide, akkor jobbra lefelé kell menni. Világos. Csak nehogy eltévedjek a pályán. Azt azért mondom, így hangosan. Hát, egy jobban megmarad a emlékezetemben. Jó, először eljövünk ide. Jól van. Ez kell. Ilyen dupla erdes nem lesz. Szóval, pisztoly fejlesztés. Figyelj, 51-ről már most 56. Ezeket így eladjuk. Illetve a tőröket már most kimaxoljuk. Az marad egyelőre, gyűrűk szintén maradnak. Jó. A pisztolyt beraktam? Bebizony. És ide jövünk. Ja, egyébként megnéztem, hogy a körülbelül hol tartok a játékban. A felénél. Így ez a temető, vagy kripta. Helyileg temető, de inkább kriptának néz ki. Ez a játéknak a fele körülbelül. Úgyhogy van még belőle bőven. Ami nem baj, mert én rohadtul élvezem a játékot. Oké, azt valahogy majd ki kell nyitni. Úristen! Azt nem mondta, hogy most megtaláltam még jobbat. Ez kapásból 50-es. Kipróbáljuk. Térkép, erre voltam már, jó. Csak kipróbáljuk. Nem a sebzés miatt. Ah! Ezek faszra húznak! A fegyver fejlesztve lesz, jó. A per pillanat ezzel. Hello. Ja, várjál, ez rám teleportál, mindig elfelejtem. Így. Kidobott egy sima kardot. Secret? Nem. Erre, amikor alattam van. Nem jött össze. Ide, teleportálj ide rám. Au. Hát ez baj. Erjel, a térkép. Hát, az a baj, nagyon messzi van. És erre nem hiszem, hogy lesz teleport kapu. Nem! Nem keltek fel, ugye? Ah!
Menj onnan, pucó! Életet is adjatok már, léci! Isten, de sokan vannak ott lent. Nem jó! Mondom, hát a két HP-val sikerül, nem. Mennyi pénzem volt? Nem elég. Pedig olyan jó lett volna, hogyha legalább az ott összejön. És akkor nem kellett volna még egyszer megcsinálni. És tovább tudtam volna menni, és lemerem fogadni, hogy valahol itt van a közelben egy, vagy egy rövidítés, vagy bármi más. Arra. És erre egy mi van lefelé? És jobbra. Hát erre. Megmondom, ennyi. Tehát itt én nem tudok tovább menni, nem tudok felmenni. Jó, hát akkor csak erre kell. Fel. Pá. Ja, és csinálhatom meg újra. Ettől tartottam. Várjál, már nincsen kulcs a fejük fölött. Nincsen kulcs a fejük fölött. Nyitva van az ajtó. Akkor nem szórakozok velük. Nova Catalyst. Hui! Abba jönnek a denevérek. Valahogy az inas leugrott. Gyere csak vissza! Úgy. Maradj halott. Na te meg... Oké. Dobd el a pajzsodat. Az egyiket muszáj volt a másik irányba, mi? Várjál csak. Lent is, fönt is út van. Hát ez itt ennyi. Sok értelme van. Nem sikerült. Viszont te is meghalsz. Nem maradsz élve. Erre kéne tovább menni. Én azért még ide elnézek. Térkép szerint... Semmi nincs erre. De jó, megérte ide leesni. Mehetek megint körbe. Fene a kíváncsi fejemet! Szikre! Nem. Jó, azt megvárom, hogy... Úgy. Oké.
Néha nem tudom eldönteni, hogy a méregfelhő, amit ami ott van, azt én csinálom, és rám immun is, vagy az ellenfelek csinálják, és jó volna kimenni belőle. Uh-oh. Az mi az Isten? Oh. Jó, kidobott egy dupla tör, de szerencsére nem olyan jó. Hát így legalább nincsen akkora bőségzavar. Úristen, de rosszat sejtek. Ezektől a nagy üres terektől mindig a hideg ráz. Vége a pályának. Ezektől mindig a hideg ráz, amikor egy nagy üres plac van. Jó. És egyébként csak megjegyzem, hogy amit én ebből a játékból hiányolok még mindig, az a tárgyainknak, illetve a fejlesztései, ugye a felszerelésünknek. Tehát itt. Például miért nem tudták oda a jobb alsó sarokba kiírni, hogy az adott fegyver különböző szintekre fejlesztve milyen változásokon fog keresztül menni? Mert akkor most például itt van ez az I, tudom, hogy akkor ezt ne is kezdjem el fejleszteni, mert nincs értelme. De például itt van ez a fegyver. Ez viszont jó volna. Csak nem tudom, hogyha most 50-ről elkezdem fejleszteni, akkor 69-nél jobb lesz-e vagy sem. Nekem csak ez a problémám. Upgrade, 61. Na. 187, abból nem fejlesztem. Várjál, mert ez most egy teljesen új terület, és amott meg nem volt boss. Mi az Isten? Az előző területen nem volt boss. Miért nem? Nézzük már meg. Felfedeztem rendesen. Illetve, hogy mindig csak az adott területnek a térképét tudod megnézni. Mauzóleum. Ezt kukizzuk csak meg. De visszajövünk térkép, és hogyha fel van fedezve faszán, akkor ez itt nincsen boss. Hát... Mondjuk ott fönt még lehet, hogy lehetne mozgolódni. De igazából... Igazából ez fel van fedezve. Mert ugye arra feljebb meg már itt nem tudtam menni. Ott oda. Arra nem tudok felmenni. Az szép volt. Mm-mm. Pedig adnám magát, hogy valahol itt erre ilyen boss vagy bármi. De ha nem, akkor nem. Csak nem úgy van megcsinálva amúgy a játék, hogy bosszokat ki lehet hagyni, mert nem mész arra. Szerintem kivétel nélkül az összes boss a kötelező útvonalon van, nem ilyen eldugott opcionális területeken. Úgyhogy mauzóleum első ellenőrzőpont. pont.
Na, megint ez az atom, biztos. Hello. De ne vérek, hú de jó. Áj, már hiányolsz a lángszóró! Ez új. Ah, és nagyon fáj. Kapták. Azt a kurva. Azt a kurva! Jó. Oké. Mindig csak egy picit töltünk az életre. Semmi töltött. Hoppá. Nem jó lángszóró! Egy. Most nézem, hogy neki ilyen övtáskája van, és azon van egy csávó, aki lövöldöz. Már szeregénynek nincsen lába. Jó, az a méreg, az nem az enyém. Ez kiderült elég hamar. Belementem és fájt. Ott is lesz egy lángszóró, hurra. Jó, erre kell jönni? Igen. Itt van egy ajtó, nyissuk csak ki. Ez shortcut? Hová? Oh, az elejéhez. Könyv, olvasás. First king, back when it was still a kingdom. Boss time. Ezért volt az a shortcut. Jó van, te mit csinálsz? Oh! Úristen, ez nagyon fáj. Három HP-n van. Volt. Oké. Okay. Hát ez a király, ez megmutatta, hogy ki a király.
Kár azért az XP-ért. Jó, hát az előző területen annyira hiányoltam a bosst, hogy most kaptam egyet. És eléggé kemény a csávó. Na jól van. Azokat a szarjait kerülgetni kell. Őt meg püfölni, mint a kurva élet. Ah, titeket ide kellett rakni feltétlenül. Ugrik, ez az. Hop, 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 hop. Hop. Jó, legyünk max HP-n. Majd kicsit boostoljuk fel magunkat, ez az. Ennyit a max HP-ról. Őt lőjed már! Megölte a méreg! Megölte a méreg! We never had much luck with kings. Izé. Ezt még fejlesztés nélkül is magammal viszem, jó? Hát ő adott nekem egy dupla tört, nem is akármiért. Szóval, először eljövünk ide, és az kell. Ez is fog kelleni. Szóval, igaz, hogy nincs sok pénzem, de csinálunk. Mert ez 1500-ba kerül, ez a fegyver, amit eddig használtam. Szóval, fejlesszük. Már most jobb. 69-ről 75 80
Meyer is. Ezek nem kellenek, jó. Oké. Nem hiszem el. Egy nagyon kevés pénz kellene ahhoz, hogy ezt fel tudjam rántani a következő szintre. Oké. Megyünk tovább a mauzóleumba. Vagy mauzóleumban megyünk tovább. Fú, de alázós lesz ez a fegyver. Jó, hát... ennek annyira nem örülök. Ah! Mérgező gáz jön be azokon a szarokon. Le kell csukni őket. Aha, op. Jönne inkább ellenség. Gáz. Oké. Okay. Jó. Innen merre tovább? Ez most lefelé vagy. Ja, megvan. Erre. Térkép. Igen. Jó. Nem kéne megfulladni. De várj, az egész termet begázosítja. Oh. De nem csak itt a közelében, az egész szobát. Ennek annyira nem örülök. Mi ez a speed bónusz? Hui! Oké, lángszóró. Nem kellen kadem a vérek. Aj, de fáj! Checkpoint. Pays. Igen, sajnos. Oj, de beleugrottam. Miért aki pontossággal?
én még idén vissza akarok menni amúgy. Lehet, hogy úgy gondolta, hogy hallott? Nem. Jó, most te jössz, haver. Anyádat mérgezd, jó? Heal. Akkor lelőjük. Ott volt a boss. Most oké, hogy én erre jövök balra, de... Ah, titkos hely! Ez egy gyűrű. Valami távolsági fegyvert eldobott a denevér. Jó, azt mondja ide szépen le... Ah, kurva életbe. Zárd be? Ez a szoba miért van itt? Azt sem tudom, hogy hova ugorhatok, meg hova nem. Meg itt lesznek ilyen hülye gázok. Állj! Még ha nem is használom, azért elviszik, eladni jó lesz. Jó. Ah! Ez kifogyott. Ez az.
ez nem az én mérgem. Szerintem valahol vissza fog hozni engem a terület elejére. Szerintem. Nem. Itt van egy secret. Oh, 15% damage. Megérte ide eljönni. Na, azt mondja, hogy arra voltam, arra ott még nem, erre el kéne menni. Aha. És ott jobbra nem tudom, hogy mi van. Hó, de helyet cseréltünk. Most már viszont nem cserélnék veled, jó? Ha nem bánod, maradj halott, én meg élve. És mondom, hogy ott fönt volt egy olyan gázos cucc. Most oda kéne valahogy átugranom. Mondtam. Oh-oh! Miért van belőlük kettő? Itt volt egyébként még valami lángszóró is szerintem. Még a pályának. Jó, ide vissza fogunk jönni, és megnézzük, hogy jobbra fent mi van. Mert az érdekel. Na, csak először. Ú, itt már a zene sem túl bíztató. Már a zene sem túl bíztató. Jó. Hát az hihetetlen. Jó. 100-ból semmit nem veszünk már. Na, Mr. Kovács. Ez életet ad. Oké, okay, de... Ez is ad egy csomó életet. De ezek 15% sebzést. Uda, utálom, amikor bőségzavar van. ¡2400! Hülye vagy. Meg kéne tartani. Ez kell, sebzés. Jó, visszajövünk akkor, hogyha lesz elég pénzünk, akkor a fegyvert felhúzzuk már a tőröket. Aztán ha marad, akkor a nyakláncot is, az a 15% plusz damage, az kurva jó lesz. Na, szóval, nekem melyik irány volt az? Itt lemegyek és jobbra.
Aha. Aha. Még secret se. Semmi! A semmiért jöttem vissza. A semmiért jöttem konkrétan vissza. Jól van. Nem a semmiért. Mert... ott le kell menni. Most már ezt a kis pénzt kifarmoljuk. Ja, ezt benéztem. Tudjátok miért? Mert ez volt az a hely, honnan nem tudtam visszamenni. Most mehetek el a következő ellenőrző ponthoz, ami... nagyon messzi van. Csába. Mert itt nem tudok visszafelugrani. A francba! Ez előbb is eszembe juthatott volna. Nem jössz utánam, ugye? És áj! De ezt elkúrtam. Ezt elkúrtam, ezt nagyon elkúrtam. Áj! Mondom, végig rohannak az egész pályán. De nem, nem rohannak végig az egész pályán, mert ugye az egész termet, mindent megszór méreggel az a szar. Most azt a 2400-at, amiből a fegyvert fel tudtam volna húzni, elbuktam a felét. Kösz játék. Meg a hülye döntéseim, bazd meg. Miért? Miért kellett nekem mindenféleképpen ezt a szart megcsinálni? Miért nem tudtam itt az új területbe belenézni, hogy há, menjünk. Hát ez jó kezdődik. A fejemre hullik a vakolat. De csak ide kellett volna eljönni, ezt szétbaszni, és már lett is volna pénzem fegyvert fejleszteni. Nem. Na jó van, srácok, ennyi kiégés nekem mára elég volt. Úgyhogy a forgant innen fogom folytatni, valamikor a közeljövőben, még nem tudom mikor, de igyekszem. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!